A zajtalan és robbanásmentes biztonsági gyufát 1836-ban a magyar Irinyi János szabadalmaztatta még vegyész hallgató korában. A gyufa folyamatosan kiszorította az acéllal, kovával és taplóval történő tűzgyújtást. A Szepsiben élő 91 éves Mikó Bálint már gyerekkorában egy nagygrófi uradalomban dolgozott, ahol öreg béresekkel, kovácsokkal, föld- és erdőmunkásokkal volt kapcsolatban, akik közül többen a gyufát még nem használták. Így lehetősége nyílt az ősi tűzgyújtás fortéjának elsajátítására. Számunkra a világ legegyszerűbb dolga gyufát gyújtani. Na most ezzel is meggyújthatnánk ezt a tüzet, de ez a mai történetünk most nem a Irinyi gyufájáról szól, hanem a taplóról, a kováról és az acélról. Azzal is tudunk tüzet gyújtani. Többféle faan terem taplógomba, de a legaltalánosabb a topolya faan, nyar faan. Ezen vannak szépek. Mint például ott van egy szép, de hát az olyan magasan van, hogy nem tudjuk elérni. Mondjam el, hogy abból csináltak régen a tüzet, azt használtak tűzre, kasra. Hát igen, még gyerekkoromban, a háború után, még én magam is raktam tüzet otthon, mert a gyufa is nagy érték volt. Boltban nem jártunk, és nem volt gyufánk se. Na menjünk tovább, nézzük, ha találunk valamit. Ám ott virít valami. Ha jól látom, van ottan kettő is azon. Hát talán megfelel. Megnézzük közelebbről. Aha, hát van itt három is, sőt. Se szeri, se szalva a taplónak, hát itt is van mi. Aha, ez megfelel. Na próbáld ki a műszeredet. Ez nem megy. Ehhez rendes fejsze kéne. Na. Kész siker. Hát ez tökéletes. Ezeket meghagyjuk másoknak. Hát legyen mivel tüzet rakni. Másoknak is, ne csak nekünk. Nagyapám tulajdonképpen a méhekhez használta a taplót, mert a méhészek is szoktak vele füstölni, ami elriasztja a méheket. No meg régen ugye a piparra is abban gyújtottak rá, mert az néha kialudt, akkor kellett újra gyújtani. A gyufát meg sajnálták persze, mert az is kincs volt. Ez egy elég nagy darab tapló, hát ahhoz, hogy ezt feldolgozzuk, alkalmasra tegyük, fel kell darabolni először is, hogy jól beférjen az edénybe, és azután is a puhításnál, a klopfolásnál kisebb darabot jobban el lehet készíteni. Na kérem, akkor most következik a elkészítésnek a legfontosabb része, ugye? Ezt berakjuk, teszünk bele hamut, hogy lúgos víz legyen, mert az szükséges hozzá. Na, így. Ennek jó ki kell főni. Addig, amíg ez fő, nótázunk egyet. Hogy ebbe van az én szűröm ujjal kötve, barna kislány, mit keresel benne? Az egyikben acélkova tapló, a másikban 100 forintos bankó. Feltételezzük, hogy most már jó, eléggé meg van főve, akkor kiszedjük. Ezt rendes körülmények között napon szárítottak, de most mi mind ilyen modern világban megpróbáljuk a sütőbe, megszárítsuk egy-kettőre és meglássuk, hogy beválik-e. Na. Letesszük a sütőbe. Na, akkor most ezt a szárított taplót megpuhítsuk. Ebből a száraz taplóból csípünk egy csipetnyit, aztán rátesszük a kovakőre, és az acéllal csinálunk szikrát, és majd a tapló szépen meggyúl. Nagyapámtól volt nekem egy igazi acél, ami egy remek mű volt, mert egy dombormű kutya, vizsla, volt a fogantyúja. No, de az elmúlt 80 év alatt elkallódott. Hát én most törtem egy lapos reszelőből egy darabkát, és ez fogja helyettesíteni a
az eredeti acélt. Na, tehát akkor most neki dűlünk és megpróbáljuk. Így. Íme a tűz. A következő lépés az, hogy egy nagyobb darab taplót tépünk, mert ez ahhoz keves, hogy lángot tudjon csinálni. Na, jó lesz. Így, beletesszük egy kis száraz fűbe. Na, íme a tűz. Tehát, ha már a tűzgyújtás ilyen szépen sikerült, akkor mostan valamit elmuzsikálunk ennek az örömére.